Karol, a pápa, aki ember maradt. Második rész. Tessék. Igen, itt a urán, ki beszél? Oh, hello, Mr. Bolton. Mi? Bombázzák Bagdadot? El tudja ezt hinni? Kitör a háború, és őszentségének ezt egy újságírótól kell megtudnia. Várja önöket. Ez félelmetes. Egyszerűen félelmetes. Az amerikai nagykövet elérhetetlen. Mindenhol kerestem, de mintha eltűnt volna. De nem tűnhet el örökre. Üzenetet hagytam neki, hogy a Szent Atya beszélni kíván vele, és kéri, hogy sürgősen hívja vissza. Mi más tehetnénk? Annyi udvariasságra sem számíthatunk tőlük, hogy tájékoztassanak. Össze kell hívnunk a háborúban érintett országok püspökeit azonnal. De Szent Atyám, ehhez idő kell. Haladéktalanul. Köszönöm. Eminencia. Természetesen, de hadd emlékeztessem arra, hogy az első keresztes hadjáratot második Orbán rendelte el. És jó okkal, mert az iszlám behatolt Európába, és végül eljutott Bécs kapujáig. Igen, persze, de gondolja meg. Egy pápa mondja, hogy ez Isten akarata, és háborút hirdet Isten nevében. Ez századokkal ezelőtt volt. És ma is. E percben is katonák állnak szemben egymással a frontokon. Muzulmánok és keresztények, akik Istenük nevében öldöklik az ellenséget. Ez szégyen. Igen, és képtelenség, hogy a 20. század végén a háborúra a háború legyen a válasz. De Szentatyám, az egyház mindig is védelmezte az igazságos háború doktrináját, és ez most az az eset. Egy szuverén államot, Kuvaitot megszállták. Ön valóban nem érti, hogy Saddam Hussein diktátor, és hogy az igazi áldozat itt maga az iraki nép? Miért nekik kell fizetniük az ő háborújáért? Kérem, excellenciás uram, kérem. Lehetséges ma igazságos háború. Még ha ideiglenesen meg is volt egy elfogadhatatlan helyzetet. A háború csak pusztulást és szenvedést hoz. És újabb, talán még rosszabb igazságtalanságot. Mindez iszonyú gyűlöletet ébreszt az emberek szívében. Úgy látszik, senki nem fogja fel, hogy ez a háború egy újfajta és minden eddiginél drámaibb konfliktus kezdete lehet. Észak-dél ellen, szegények a gazdagok ellen, a nyugat az iszlám ellen. Minden lehetőt meg kell tennünk, hogy elkerüljük ezt a háborút a civilizációk között. De ehhez hatékonyabb párbeszédet kell kezdeményeznünk a többi vallással. Elsősorban az iszlámmal. A béke érdeke túlmutat a vallási különbségeken. Térjünk vissza Assisi szelleméhez. Igen, Assisi. Az volt az a hely, ahol a történelemben először összegyűltek a vallások képviselői, hogy közösen imádkozzanak a békéért. És azon a napon az egész világon Isten békéje volt. És aznap senki nem halt meg a csatatereken sehol a világon. Tudom, csodálatos álomnak tűnik, hogy a vallások, minden vallás a békéhez vezessék az emberek szívét itt a földön. De mégis ez a mi álmunk. A német egyháza közös ajándéka ez önnek, egy darab a berlini falból. A könnyekről és a reményről beszél, és a lemondásról. Igen. A fény, aminek keletről kellett volna jönnie, nem jött. Még mindig érezzük a kommunista örökség súlyát.
Ugyanakkor a nyugatról jött demokrácia meghozta a nyugati kultúra legfőbb baját, az elvtelen kapitalizmust. De azért ne adjuk fel a reményt. Szent atyám, az ön bizakodása mindig lenyűgöz engem. Talán azért, mert én egyre kevésbé bízom. Mit akar ezzel mondani? Ha megengedi, erről más alkalommal beszélnék. Jól van. Szent atyám, mi történt? Nem tudom, mi ez. Az orvosa van itt, Szent atyám. Szent atyám, mi történt? Fölöslegesen fárasztottuk ide, doktor úr. Már minden rendben van. Egészen biztos. Vastag bélgyulladása is volt, ugye? A roham óta? Igen. Volt egy kis gyulladás, igen. Ami egyre gyakoribb az utóbbi időben. Szeretném megvizsgálni. Sajnálom, doktor úr, de ma nincs erre idő. Nem várhat ez. Sajnálom, de ragaszkodom hozzá. Csak néhány perc az egész. Jól van, legyen. Jó, megadom magam. Belégzés. Ki engedheti? Azt hiszem, további tesztekre lesz szükség. Milyen tesztekre? Laborvizsgálatokra. Sajnálom, de röntgenfelvételek kellenek és tesztek, hogy eloszlassuk a kétségeinket. Tényleg szükséges? Igen, az. De gyorsan meg lesz. A legrövidebb idő alatt. Rendben van. Mit akart mondani ma délelőtt? Nem ez a megfelelő pillanat, Szent atyám. Nem. Majd később beszéljünk róla. Mikor lesz még egy ilyen békés percünk, mint ez? Amikor nem zavarnak. Én, Szent atyám, azt kérem, hogy mentsen fel a kötelességeim alól. Nincs már elég erőm hozzá. Öreg vagyok. És fáradt is. Bocsásson meg, de... nem könnyű ezt nekem kimondani. Tudom. Tudom, hogy nehéz. Nem tudom eléggé megköszönni azt, amit tett. És azt, hogy mindig volt bátorsága megmondani, ha valamiben nem volt igazam. És mit fog csinálni? Megint Goethét olvasok. És főleg azokkal a fiatalokkal foglalkozom, akiket a börtönökben tartanak fogva. Eddig is ezt csináltam, amikor volt egy kis időm. De ezután ez is más lesz. Nem vádolom őket, és nem is bírálom. Inkább próbálok az apjuk helyett apjuk lenni. A gyerekek hozzák az emberi melegséget az életembe. Szent atyám, van egy nagyon gyanús daganat a vastag belében. Akkora, mint egy alma. Mit tehetünk ellene? Már is meg kell operálni. Minek a sietség? Szent atyám, ez a gyanús daganat egy tumor. Ismétlem. Ezt meg kell operálni. Sürgősen. Az önzés
A gyűlölködés és az erőszak ma is itt vannak a szemünk előtt. És új gyötrelmeket mérnek Bosznia ártatlan lakosaira. Ne forduljanak el az ártatlanok kínjait látva. Elárulok most egy titkot. Ma este bemegyek a Gemelli kórházba, megoperálni. Kérem, imádkozzanak, hogy az Úr megadja nekem a segítségét és a támogatását. Hallotta ezt? Ő is megbetegedhet, nem? Mint bárki de, más. De nyilvánosan bejelenti. Jobban szereti az olyan pápákat, akik mindent eltitkolnak? Még a halálukat is? Na de... Wojtyla pápa azt mondta, hogy az egyháznak ne legyenek titkai. Tíz perc múlva hozzák az érzéstelenítőt. Addigra visszajövök. Szentatyám, miért van itt, és hogy kíséret nélkül? Hogy van a fiatalasszony fia? Megkérdeztem tőle, hogy hívjak-e papot. De azt mondta, nem akar. A barátja vagyok. Megengedi? Nem tehet itt már semmit. Senki nem tehet semmit. Csak egy percre. Mondja nekem, hogy Isten hatalmas és jó. Isten veled van, e percben is. Akkor mondja meg neki, hogy menjen el. Én a fiamat akarom. Megmondhatom, de úgysem hallgatna rá. Tudja, hogy most itt a helye, melletted. Szentatyám, mit csinálom itt? Jöjjön! Kérem, Szentatyám, kérem! Hadd segítsen!
Köszönöm. Szentatyám. Hogy érzi magát? Bizonyára vannak fájdalmai, de a műtét sikerült. Idejében elkapták azt a tumort. Most már csak türelemre van szüksége, amíg felépül. Ugye emlékeznek a 41. Zsoltárra? Boldog, aki a nyomorultra gondol a veszedelem napján. Ez a rész önökről és rólam szól. Köszönöm önöknek. És köszönjék meg mindenkinek a nevemben. Elsősorban az orvosoknak. Most pihennie kell. A vicceid miatt a purgatóriumba kerülsz, Angel. És tudod, mi lesz a büntetésed? El kell olvasnod minden filozófiai értekezést Karol Wojtylától. Tudjátok, a műtétem után Castel Gandolfóban lábadoztam. Az egyik nap meglátogatott egy nuncius, mert felmerült egy probléma az országban, ahol ő a követem. Amikor távozni készült, azt mondta, Szentatyám, ez csoda, hogy milyen remekül néz ki. Igen, mondtam, az operáció jól sikerült, elég gyorsan gyógyulok, igen, de ő csak mondta, Szentatyám, de tényleg remekül néz ki, csodálatosan, és nem hagyta abba. Meg folytatta, hogy higgyel, Szentatyám, ez nem hízelgés. Nem tudtam kitalálni, hogy mire akar kiukatni, de a végén csak kibökte. Úgy vélem, Szentatyám, hogy jobban néz ki, mint a műtét előtt. Mire ránéztem, és azt mondtam, talán excellenciádnak is jót tenne, ha megoperáltatná magát. Ez nagyon jó. Szentatyám, Szodánó bíboros beszélni akar önnel. Ó. Eminenciás úr, ők a szemináriumi társaim. Nem mind a szentségéről lett híres. Barátaim, ismerjék meg az új vatikáni államtitkárt, Szodánó bíborost. Mi a baj, eminenciás úr? Szentatyám, talán jobb lenne, ha bekapcsolnánk a televíziót. Öztársú. Megdöbbentő maffia merénylet történt ma reggel 4 óra 55 perckor Palermóban. A maffia perben eljáró bíró Paolo Borsellino szokásos vasárnapi látogatására érkezett édesanyja házához. Egy távirányított autóbomba akkor robbant fel, amikor a bíró és kísérői elhagyták a páncélozott autót. A robbanás erejét jelzi, hogy a hangja másfél kilométerre elhallatszott, és nyomában a környező házak 11. emeletén is betörtek az ablakok. Az áldozatok az elszeresedett aszfalton hevertek, hatan meghaltak, a súlyos sebesültek számát 18-ra becsülik. 96 Isten parancsa ez! Az élet szent! Ne ölj! Nincs ember, nincs maffia főnök, aki megváltoztathatná, vagy semmibe vehetné Isten szent törvényét! A megfeszített és feltámadott Krisztus nevében mondom, az ő nevében, aki az út, az igazság és az élet, azt mondom-e büntet felelőseinek! Térjetek meg! Változzatok meg! Mert egy napon elér Isten igazságosztó keze! Szentatyám. Eminencia, mi a helyzet a szarajevói utazás? Túl kockázatos most elmenni Boszniába. Senki sem vállalja, mert nem tudja garantálni szentséged biztonságát. És ki garantálja az ottani asszonyok, gyerekek és betegek biztonságát? Bocsánat az őszinteségemért, Szentatyám, de nem hiszem, hogy egyel több áldozat megteremteni ott a békét. És számolnunk kell azzal, hogy nem is csak szentséged élete forogna veszélyben. Gondoljon azokra, akik elmennek meghallgatni önt. Rendben van. El kell halasztanom ezt az utazást. Akkor vizsgáljuk meg az afrikai látogatás tervét. Goré-sziget, Nyugat-Afrika.
Itt válogatták és osztályozták a rabszolgákat. Aztán a cellákba zárták őket a behajózásig. A családtagokat elszakították egymástól. Sok ezer afrikai itt már nem számított embernek. Befogták és eladták őket, mint az állatokat. Kapu után kezdődött az utazás, amelyről nincs visszatérés. Ezek a gyerekek, ezek az asszonyok és férfiak. Áldozatul estek a magukat kereszténynek mondó emberek szégyenletes kufárkodásának. Minden keresztényért, akik elkövették ezt a gyalázatot. És minden keresztényért, akik nem lázadtak fele borzalom ellen. Mi kérünk bocsánatot. Én kérek bocsánatot. Szaladhattok, köszöntsétek! Szentatyám, erős a szél, leviszi a fejünket! Ami Tomás püspökünk! Tomás, hogy van? Én is látni dolgozom, szentatyám! Kezdet akarok, hát a papát! Itt egy püspök kitölti a munkaidejét. Igen! Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Köszönöm, hogy eljött, Szentatyám. Nem jöttök. De... Ez egy sivatag, de ma, hogy ön itt van. Engedj már oda! Igazán, balokunk ünnepelni. Nem jöttek, amit előbb. Nem tudtátok egymást. Nem tudtátok, csak én előbb kell jól van. Meg akarják éríteni. Manapság Észak-Uganda szinte teljes lakossága így él. Ilyen menekült táborok van. Remény nélkül. Jövő nélkül. Ők azok, akik túlélték az irtóhadjáratokat. Ezeket a gyerekeket elloptuk a háborútól. Elszöktek a falujukból, különben elhurcolták volna őket, hogy gyerekkatonaként harcoljanak. Ez a fiú Okelo. Neki köszönhetjük, hogy megtaláltuk őket.
30 kilométert futott, hogy elmondja nekem. Hol rejtőznek a gyerekek, élelem és víz nélkül az erdőben? Kéló nem akart pihenni. Azt akarta, hogy azonnal menjünk el a gyerekek rejtekeire. Nadvála! Szenza! Visszajött! Itt van! Itt van! Viszont már azt nem lehet! Visszajött! Én is kérek! Ő a megmentő! Nekem is adja! Jól van, lassan! Éjszaka indultunk vissza, de meg kellett állnunk a viharos eső miatt. Másnap éppen, mielőtt elértük volna a tábort, elkaptak minket a katonák. Gyere vissza, te kis bocsi! Ne ficánk, a jut sem egy gyereke! Fedjétek össze őket! Minden! Hey, na, gyere, csak! Ez megvan, elkaptam! Ott még vannak! Hozzátok ide őket! Maradjatok itt! Meg! Maradjatok együtt! Ne fuss el! Mit csinál? Mit csinál? Hagyja a gyerekeket! Elhallgass! Mit csinál? Ha kell még! Mennyi pénzt remél értük? Mennyit kap a gyerekekért? Nem adom el őket! Meg kell tanulniuk harcolni! Ők kellenek! Ők még gyerekek? Épp azért! A gyerekek nagyon engedelmesek! Mert jobban félnek a veréstől, mint a haláltól! Ők a testvéreik! A te néped fiai! Te! Indulj már! Hagyd csak! Hagyd! Vegye el ezt cserébe a gyerekekért. Megölhetnélek, úgyis az enyém lenne! Ez igaz. Most azt tehet, amit csak akar. De amikor majd Isten előtt áll, nem csak vele kell szembenéznie, hanem majd velük is. És biztosítottam, hogy az nem lesz jó érzés. Elmegy a Charles. Megsérült valamelyik kötél? Engedjétek el őket! Gyerünk fel a kocsit! Gyerünk! Ne féljetek! Ne féljetek, hazamegyünk! Segíts kiszabadítani, vedd le a kötelet! Gyertek ide! Gyertek ide! Maradjatok együtt, el ne tévedjen valaki! Gyertek ide! De te is gyere! És te is! Védd őt magaddal! Nekem harcolnom kell az ügyünkért! Köszönöm. Köszönöm. Nem könnyű. Egy tábori kórházat vezetni, szinte lehetetlen, gyógyszerek, műszerek nélkül. Szentatyám. Hogy hívnak, fiam? A nevem Tungara. Nem akarok meghalni. Nagyon szenvedek.
nem én, Tungara. Krisztus veled van. Krisztus veletek van. Köszönöm. Emberfeletti munkát végeznek itt. Igen, látom. És szinte teljesen magukra hagyatva. Mondja, doktor úr, hány beteg van itt? Több, mint ahányat el tudunk látni. Mit gondol, mennyibe kerül az éces betegek kezelése egy évben? $10,000. És mennyit tud adni Afrika, hogy a népét gyógyítassa? Mindössze $9.57. A gyógyszergyárak a nyugati árszinten adják a termékeiket, amivel halálra ítélik az ittenieket. Igen, igaza van. A gazdag országok úgy bánnak Afrikával, mint a rablók. Régen rabszolgákat hurcoltak el, ma kizsákmányolják a föld kincseit. Fegyvereket adnak el, háborúkat provokálnak. De eljön a nap, amikor a világ szegényei elszámoltatják őket minden szenvedésükért. Hogy hívják, doktornő? Julia Ritter, Szentatyám. Kutató vagyok a McGill Egyetemen, Montrealban. Köszönöm. Köszönöm, Julia. A munkája többet ér, mint az én szavaim. Milyen a pápa? Hát téged úgy hívnak. Angela! Ügyes van. Hatvan éve házasodtunk össze, ma van az évfordulónk, Szentatyám. A legjobb. Köszönjük. Ilyen. 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 Szentatyám, mi történt? Miért esett el? Fejezzük be az audienciát, Szentatyám. Nem? Kemény ütést kaptam, de nem ütöttek ki. Köszönöm, hogy eljött, monszinyor. Nem akartam megijeszteni, de ez fontos. Semmiképpen sem tudjuk a kórházban tartani fél napnál tovább. Megfelelő kezelést kapott a kórházban, igen vagy nem? Igen, és felfedezték egy korábbi ficam nyomát. És... egy hajszál repedést itt. Mennyire komoly? Az itt nem látható, ami igazán aggaszt engem. Mire gondol? További vizsgálatok kellenek, hogy megalkossam a diagnózist. Milyen vizsgálatok? Neurológiai. Tudom, hogy a Szentatya mennyire vonakodik a klinikai vizsgálatoktól, de előbb-utóbb csak rá lehet beszélni. És lehetőleg előbb. Közölné velem a gyanúját? A Szentatya elesett. Nem botlott meg semmiben, ezt mindannyian láttuk. És én... tudni akarom, miért esett el. Kérem, segítsen. Természetesen, doktor úr. Hoztam friss időt, Szentatyám. Köszönöm. És mi van még? Szentatyám, beszélhetek? Hát persze. Tanultam ápolástant, ezért is vagyok én ön mellett. Tudom. És hálás vagyok, hogy olyan gyengéden kényszeríti belém a gyógyszereket. Gúnyolódik velem, Szentatyám? Nem. Nem, sőt, igyekszem nagyon komoly lenni.
Alá kell vetnie magát a vizsgálatoknak. Ilyen hatalmas felelősség mellett is az önéletkorában rendszeresen kellene. Nagyon kedvesen ugyan, de azért vén embernek nevezett. Nem úgy értettem. Stásuk, maga vette rá erre? Nem, egyáltalán nem. De említette nekem, és én egyetértettem. Dr. Buzanetti ragaszkodik a vizsgálatokhoz. Hallgatnia kellene rá, szentatyám. Ha tudni akarom, milyen az egészségi állapotom, elolvasom az újságban. Az egyetlen baj, hogy nem tudok bal kézzel írni. Hát de nem is kell. Kérem, jöjjön be, jöjjön. Éme a megoldás. Oh. Stanislav Rjukov. Igen, szentatyám. Tehát mostantól fogva maga lesz a jobb kezem. Ideje volt, hogy a pápai hivatal is áttérjen a számítógépre. Nem maradhatunk úgy el a kortól. Nem. Ezt a részt írjuk át. Arra, hogy nem szabad félnünk a jövőtől. Nem kell félnünk a jövőtől. Maguk tudósok lesznek. És fel kell tenniük maguknak a kérdést, vajon a kutatásom, a munkám emberibbé teszi-e az életet a Földön? Értékesebbé válik-e általa az emberi élet? Ezt a kérdést kell maguknak feltenniük. Mondtam, hogy jól lesz. Kérem, szentatyám! Olvastam a nőkhöz írt levelét, és mélyen felkavarta a lelkemet. Csak ezt akartam mondani. Ez minden. Ah, köszönöm. Megragadom az alkalmat, hogy újra köszönetet mondjak a nőknek, akiknek az emberiség felmérhetetlen hálával tartozik. De a köszönet még nem elég. A nők felszabadítása a kizsákmányolás alól és az elnyomás alól még nem befejezett folyamat. Igaz. A világ sok részében ma is sok akadálya van annak, hogy a nők megkapják az őket megillető elismerést és tiszteletet. És meg kell mondanom, hogy még az egyházon belül is léteznek a nők diszkriminációjának bizonyos formái. Szentatyám, ön szeret a fiatal közönség előtt beszélni. Miért? Van egy lengyel közmondás, ami így szól. Zjakim se stájes, takim se stájes. Tudják, mit jelent ez? Nem tudjuk. Az ember végül maga is olyan lesz, mint azok, akiknek a társaságában van. Szükségem van magukra, az erejükre, a maguk élni akarására. Maguk teljes és végleges válaszokat akarnak az örök kérdésekre. És amikor ezt teszik, anélkül, hogy tudnák vagy akarnák, maguk Istent keresik. Szentatyám! Julia Ritter vagyok, az ugandai kórházban találkoztunk. Mélyen érintett, amit akkor mondott, de most meg kell kérdeznem. Hogy lehet, hogy az egyház, amely állítólag az emberek oldalán áll, olyan merev, olyan rideg és annyira idegen az emberektől, amikor a szexualitás problémájáról van szó? Ez nem merevség. Ez nem merevség és nem idegenség. Ha nem a méltóság elvont fogalmáról beszélünk, hanem a személyről, nem választható el egymástól a szexualitás a férfi és a nő közti szerelemtől. Két lélek és két test egyesülésében. Ott van a kölcsönös odaadás és a tisztelet. Ez az az erkölcsi törvény, amely benne él. Minden egyes ember szívében. Elnézést, most nem alkalmas. Ez már tény. A Szentatya központi idegrendszere nem sérült. Ez jó hír, igaz? Nem egészen, atyám. Mert a gyanúm beigazolódott, és ezt sajnos tényként kell elfogadnunk. A Szentatya Parkinson-kórban szenved. Oh. És hiába színleli, hogy jól van ez, nem segít rajta. Ott várakozik.
Dicsértessék, Szentatyám. Örülök, hogy viszont láthatom. Nagyon meglepett a meghívása. Teljesen válasszal tartozom ennek. Abban a kérdésben nem volt ellenséges szándék. Csak feltettem azt a kérdést, amit sok katolikus tesz fel nap mint nap. Én Afrikában minden nap szembenézek az écesek nyomorúságával. Igen, tudom. És nagyon köszönöm azt, amit értük tesz. No. Az afrikai haldoklók tragédiája. Az emberi faj tragédiája. Sajnos még nem találtak hatékony megoldást erre a problémára. De azért megpróbálhatunk felépíteni egy emberibb világot, ahol az egyén méltóságát tiszteletben tartják. Ja, de csak én beszélek. Kérem, kérdezzem bármit, amit csak akar. Miért ellenzi az egyház olyan makacsul a fogamzásgátlást és az abortuszt? Julia, az egyház az emberi élet értékét vallja, amely szent, ennél fogva sérthetetlen. Évente 200 000 asszony hal meg az illegális abortusz miatt. Ha fogamzásgátlót használtak volna, még élnének. A mi kötelességünk védeni az életüket. De mit érünk el, ha a választható lehetőségek csak a fogamzásgátlás és az abortusz? Az egyház azt akarja, hogy a férfiak és a nők vállalják a felelősséget a kapcsolataikért. Őrizzék meg a szerelem és a szexualitás tisztaságát. Ez túlságosan spirituális érv. Nagyon távol áll a valóságtól. Ez a valóság nem tud megváltozni, ha az egyének nincs spirituális koncepciója. És ez mindenkitől megköveteli, hogy tudatában legyen önnön méltóságának. Nagyon sok nő ma is élne, ha tiszteletben tartották volna a méltóságukat. De mit mondjak annak az éces betegnek, aki elutasítja az önmegtartóztatást? Vagy az anyának, aki nem tudja etetni a gyerekeit, és már nem akar több gyereket? Maga orvos, én spirituális vezető vagyok. Maga nem állíthat fel rossz diagnózist, én pedig nem hallgathatom el az igazságot az emberről, az evangélium igazságát. Hogyha a betege, vagy bárki igazán szeret, nem akarhatja, hogy a szerelme betegséget terjessze. Az egyszerű megoldások nem segítenek, hogy az ember önmaga legyen, hogy becsüljen magát. Márpedig, ha nem képes erre, nem képes másokat sem szeretni és tisztelni. Miért nem tud elszakadni az egyház az elvont eszméktől? Miért nem látja az emberek fájdalmát, a zavarodottságukat, a tökéletlenségüket? Az élet ilyen, nem amilyennek lennie kéne. Ez nem igaz, Julia. Az egyház nagyon is törődik az emberek fájdalmával és zavarodottságával. Nem elvont fogalmakon gondolkodunk, hanem az ember és az élet igazi értelmén. És nem látja, hogy a világ nem hallgat magukra? A gazdagok világa nem az egész világ. De az a világ tud csak választani. A választás önmagában nem elég. Az emberi élet tisztelete nem választás kérdése, hanem az emberi méltósági. Az nem választás, ha a gazdagok törvényeit rákényszerítik a szegényekre. Clinton elnök úr a jövő héten érkezik. A téma, hogyan orvosolható a szegénység problémája a harmadik világban. Az ő módszerük. A sterilizációs programot ráerültetik a szegény országokra. Ez a feltétele a nemzetközi segítségnek. Nem tudjuk megváltoztatni az álláspontját. Ez csak szimbolikus gesztus lesz, udvariassági látogatás. Mit gondol, nem tudnánk valahogy erőteljesebben fellépni az ENSZ közgyűlésen? A delegációnk kifejtette a szentszék álláspontját, de elég hevesen támadták. Miért? Miért nem fontolják meg a javaslatainkat? Mert úgy vélik, hogy irreálisak és túlságosan kötődnek a vallási meggyőződésünkhöz. Különösen ellenzik a nők felszabadítása tervezetet. Eminenciás úr, köszönöm. Ki képvisel minket ezekben a vitákban? A legkiválóbb elmék, a legfelkészültebb diplomatáink. Gondolom, mint férfiak. Elnézést, mire céloz ezzel? Állítsunk össze egy küldöttséget kizárólag nőkből, és küldjük el őket a következő közgyűlésre Pekingbe. Csupa nő. És ők képviselik a Szentatyát egy nemzetközi fórumon. Ők tárgyalnak a világ jövőjéről.
intelligensek, értenek a szakterületükhöz, és tehetségük van ahhoz, hogy hallassák a hangjukat. Itt van a lehetséges jelöltek listája. Tartok a csípője, szent atyám. Törik az öreg csont. Hívjanak mentőt. Egyszerű hétköznapi baleset. Talán gyógyszer hatása? Nem, nem hiszem. Nem tudom, hogy történt. Talán elcsúsztam. Csak azt vettem észre, hogy a padlón fekszem. Tudom, az ilyen jellegű törések törvényszerűen operációval járnak. Jól van, de kérem, doktor úr, tegyen meg mindent, hogy újra lábra tudjak állni. Lehet már tudni? Nem, még korai, de hamarosan. Nagy fájdalmai vannak? Nem, csak amit megérdemlek. Be kell építeni egy protézist. És ez mit jelent? Hogy a felépülés nem lesz gyors. És amikor már felkelhet az ágyából, szüksége lesz arra a botra. Csak egy kis időre. Most csak pihenjen. Mindez egy lábtörés miatt. Nem lábbal irányítom az egyházat. Kérem, szent atya. Ezt mind meg kell innom. Igen. Köszönöm. Eppur si muove. Szent atyám. Kedves, türelmes doktorom. Jöjjön velem. Na, mi az a nagyon fontos közölnivalója? Elesett. És ennek nyilván van oka. Elcsúsztam. Tessék, üljön le. Na jó. Mondja el. Ez progresszív degeneratív betegség. Úgynevezett extrapiramidális szindróma. Úgy érti a bal kezem remegése. Igen, az egyik tünet. Ez az a betegség, amit általában Parkinson-kórnak neveznek. És ami úgy tudom, az időseknél gyakori. De nem tesz maga tehetetlenné, ugye? Nagyon kell vigyázni a magára, szent atyám. Csak azt kérem, hogy dolgozhassak. És életbevágóan fontos, hogy rendszeresen bevegye a gyógyszereit. Méghozzá az előírt időben. Megérti, szent atyám? Mert eddig nem voltam jó beteg, és nem vettem be a pirulákat. Nem, a francos pirulák a lényeg, de... Bocsánat, szent atyám.
Látja? Bárki megbotolhat. Persze, hogy megbocsátom. Nagyra becsülöm a tudását és az odaadását. Ha ezután szófogadóan beveszem Tobiana piruláit, javulni fog az állapotom? A Parkinson-kor idővel csak súlyosbodik. Az orvosságok csupán lassítják a kifejlődését. Vagyis a tudománynak is vannak korlátai. Ettől tartottam. Nos, azt hiszem lesz némi gond a reverendám begombolásával. Szentatyám, a reszketés is egyre erősebb lesz. Majd vigyázni fogok. Elveszíti az izomtónusát. A beszéd és a nyerés egyre nehezebbé válik. Meg kell terveznie minden mozdulatát, mert a mozdulat indítása és leállítása már nem lesz reflexzerű, automatikus. Változik az írása, a járása, vérnyomás esése lesz, és kialakul a demencia. Tudom, hogy aggódik miattam, de az életem és a jövőm Isten kezében van. Nem az önében, tehát ne aggódjon. A szabad időmben követni fogom a tanácsait. Köszönöm, doktor úr. Érdekes új élmény ez. Az agyam gyorsabban működik, mint a testem. Egy kicsit olyan ez, mint a hajótörés után. Már látom a földet, de a hullámok folyton visszalöknek. És erősebbek, mint a karjaim. Nagyon jól ismerem az ilyen hajótörés, szentatyám. Úgy hívják, öregség. Igen. Az öregség a legnehezebb szakasz az ember életében. És a legfontosabb is. Nehéz keresztet kell vinnünk. Isten azt mondja, nem tettünk eleget. Még nem elég. Igen. Szentatyám. Ez melyik gyógyszer? Megnyugtat vagy felélénkít? Megelőzi a fertőzést. Azon gondolkodtam, hogy a nyugati kultúra ma betiltaná a fájdalmat és a szenvedést a világban. A beteget alsóbbrendű lénynek tartja, a társadalom terhének, a szenvedés pedig értelmetlennek. Akinek nincs hite, nem értheti, hogy a szenvedésben kifejeződhet az, amik vagyunk, és a megváltásunk. Ezt szépen mondta nővér. Lényegre törően. A legújabb jelentés Boszniáról. Igen. Kérem, szóljon Szodánó bíborosnak, hogy sürgősen beszélnem kell vele. Igen, szentatyám. A jelen körülmények között semmiképpen nem ajánlatos egy boszniai utazás, szentatyám. Nem törődhetek bele szó nélkül, hogy azok az emberek szenvednek. Túl veszélyes, szentatyám. Lehet, hogy a pápa nem változtathat meg mindent. De reményt és szeretetet tud vinni a világba. Ezt meg tudom tenni. Tudja, milyen régóta várok már erre. Elutazik Boszniára. 12-én. Próbálja meg visszatartani egy kicsit. Még mindig magas a láza. Igen, mióta szedi az antibiotikumot, amit rendeltem? Már 5 napja. Jó napot, doktor úr. Tudom, mit akar mondani, de kár fáradnia. Ez nem bölcsdöntés az ön állapotában. Mindig úgy hittem, hogy ön optimista ember, mint én. Mi történt? Orvos vagyok. És nem hisz az isteni gondviselésben? De igen, csak... Csak? Mindegy, reménytelen. Ön már eldöntötte. Sarajevo. Ennek a háborúnak az első halottja egy alig 20 éves lány volt. Svada Delberovics. Itt történt.
A barikád felé mentek, fegyvertelenül békés tüntetésre készültek. Akkor tüzeldikeztek az orvlövések. Arra lejjebb egy olasz önkéntes volt, Gabriele Locatelli. Kenyeret akart adni a szerb és a bosnyák katonáknak, mint egy a béke jeleként. Itt halt meg Bosko és Admira. 9 éve voltak már együtt, az iskolában ismerték meg egymást. A lány muzulmán volt, a fiú ortodox keresztény. El akartak menni innen, hogy összeházasodjanak. Mindkét fél szabad eltávozást ígért nekik. Napig hevert itt a holttestük. Majdnem 500 000 haltak meg a háborúban, ebből 10 000 000 Szarajevóban, Európa szívében. És az ország népének máig nem szolgáltattak igazságot. A felelősök ma is szabadok és sérthetetlenek. Nem érzi jól magát, Szentatyám? Elhalaszthatjuk a szertartást néhány órával. Nem. Már túl régóta várnak erre. Amikor még az emberek reményét is meg akarják ölni, vajon milyen vigasztathatnak a szavak? Mondták, hogy megoperálták. Hogy érzi magát? Az Úr kezébe ajánlom magamat. Ezért ő meghallgatja az imáit. Én az ön egészségéért imádkozom. Örülök, hogy mind a ketten ugyanazért imádkozunk. Ó, Szentatyám! Tudom, hogy a pápa értem is imádkozik, de biztos vagyok abban, hogy nem csak értem, másokért is. És ez nekem ez vigasz. Most is magam előtt látom a feliratot, amit az ön házában láttam. Krisztus egyik szava volt, amit a kereszten mondott. Szomjazom. Mi mind szomjazunk. Mind szükséget szenvedünk. Szentatyám. Eminenciás úr. Hogy haladnak az ifjúsági világnap előkészületei? Nos, több francia püspök azt ajánlja, hogy a Szentatya ne menjen el Párizsba. Találkoznom kell a fiatalokkal. Éppen ezért mondják. A találkozó augusztusban van. És a francia püspökök úgy vélik, hogy a fiatalok nem jönnek el. Félnek, hogy a látogatását megalázó érdektelenség fogadja. Félnek a fiaskótól. Eminenciád egyetért velük? Én úgy gondolom, hogy el kell mennie, de én is komolynak látom az említett nehézségeket. Manilában csak nem 3 millióan voltak. Vidám fiatalok. 30 év alattiak. Tudja, hogy Európa egészen más. Néhány éve Párizsban történt egy incidens, ami azóta is foglalkoztat. Már elhagyni készültem a termet, ahol a fiataloknak beszéltem, amikor egy fiú utánam kiáltott. János Pál pápa! 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 Én ateista vagyok, nem értem a hitet! Maga miben hisz és miért? Mi az élet értelme? Milyen a maga istene? Érti már, eminenciát? El kell mennem Párizsba, hogy feleljek annak a fiúnak.
Évekkel ezelőtt az egyik társatok azt kérdezte, miért hiszek Istenben. Azt állította magáról, hogy ateista. De a lelke mélyén ő is Isten kereső volt. Minden férfinak és nőnek megvan a maga személyes története. És mindenki vágyik meglátni Istent. Ezt a vágyat érezzük, amint felfedezzük az életet és a természetet. Ne feledjétek! Mindannyian képesek vagyunk nagy tettekre, ha nem hagyjuk legyőzni magunkat a gyengeségünktől való félelmünktől. A jövő a ti szemetekben van! Mesztelenül a kereszten, elhagyatva és kigúnyolva mindenkitől. Ez a legvégső áldozat. A szeretetért. Az örökké valóság kapuja kitárul, és köszönetet mondok az égnek, az életemért. Azt mondják, túl sok embert avattam szentté. A szent elhivatottság egyetemes, nincs fenntartva a hősöknek és mártíroknak, a kiváltságos embereknek. A szentség azt jelenti, igaz keresztény életet élni minden nap. Az a szeretet választását jelenti, ahogy Teréz anya tette. Én abban voltam, hogy ezt megbeszéljük. De mi ez az egész? Azt hittem, a jubileumi 2000-es szentévet vitatjuk meg. De hogy kerül ebbe bele az, hogy az egyház vádolja önmagát? Köszönöm, hogy megjelentek. Azt javaslom, hogy ez a szent év legyen az az év, amikor megtisztul a szívünk, a lelki ismeretünk és az emlékezetünk. Az egyház elismeri, hogy tagjai által tévedéseket és hibákat követett el a történelem során. Bocsánatot kérünk, és beismerjük a felelősségünket a jelen betegségei miatt. Bocsánatot kérünk ezért, és bocsánatot kérünk a keresztények közötti megosztottság miatt. Bocsánatot kérünk, és megbocsátunk. Thank you.
Mózes, innen láthatta meg az ígéret földjét a halála előtt. Nebo-hegy, Jordánia. És tudta, hogy ő soha nem juthat be oda. Ezt látta Mózes. Az ígéret földje. A béke, az igazság, a boldogság, a szeretet földje. Ő látta, de csak távolról. Egy újabb háború Irakban katasztrófa lenne. Én ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely átélte a második világháborút. És mivel túléltem, kötelességem elmondani a fiataloknak, mindenkinek, aki fiatalabb nálam, mert ők nem látták azt, amit én. Az én kötelességem, hogy kimondjam, soha többé háborút. Soha többé háborút. Ez az én testem, mely értetek adatik. Megelőző jellegű háborúnak nevezik. Én egyszerűen csak háborúnak. És akik elkezdték, Isten színe előtt felelnek majd érte. Az emberiségnek nem a pusztítás kell, hanem az alkotás. Nem falak kellenek, hanem hidak. Ebben a mai drámai helyzetben szükségét érezzük, hogy Istenhez forduljunk a szavainkkal. Az a szándékom, hogy meghívom a világ vallásainak képviselőit, hogy ismét együtt imádkozzunk, és hogy a keresztények és a muzulmánok jelentsék ki, nincs olyan vallás, amely megengedné azt, hogy a gyűlöleté és a halálé legyen az utolsó szó. Látja,
üti a pápát. A Szent Atya nem eszik többet? Megint lázom. Hívom az orvosát. Kísérjék a szobájába. Mi van vele? Akut légcsőgyulladás, de ezt komolyan kell vennünk a Szent Atya állapotában. Nagyon is komolyan. Mennyire súlyos? A Szent Atya soha nem hallgat rám, de ezúttal életbevágóan fontos a teljes pihenés. Kérem, töröljék minden programját. Közleményt adunk ki az állapotáról. De mit mondunk róla? Az igazat. Influenza járvány van. Most van a szezonja? Igen, Stanislav atya. Ez az az időszak. Kaphatok mellette egy szobát? Szeretnénk a közelében maradni. Igen, természetesen. Doktor úr, újabb rohama van. Beadta neki az extra adag kortizont? Igen, de most nem reagált rá. Be kell vinnünk a Genelli klinikára. Doktor úr! Nem lehet. Holnap van hamvazó szerda. Fel kell készülnünk húsvétra. Szent atyám, megértem, de most ragaszkodnom kell ehhez. Ha nem viszük azonnal a kórházba, akkor meg fog fulladni. Kérem, Szent atyám, kérem! Hívja a mentőt! Hívja a mentőt! Jobban érzi magát? Köszönöm. Haza kell mennem. Nem, még nem. Még nem, Szent atyám. Kérem, legyen türelemmel. Biztosnak kell lennünk, hogy nem lépnek fel újabb komplikációk. Jó, rendben. De nem leszek tovább a maga fogja. Adjon időt az imára. Most a légzése a fő probléma. Nem hallgat rám, ezért azt tesszük, amit lényegében elvár tőlünk. Életben tartjuk. Kérem, Tobiana nővér. Haza megyünk. Távozhat ilyen hamar. Sajnálom, doktor úr, de a Szent Atya hajthatatlan. De ne féljen. A fél kórházat magunkkal visszük. Lehet, hogy most az sem lesz elég.
Rég csemencést kell végeznünk rajta. Ez az egyetlen esély. Igen, nincs. De nem lesz könnyű meggyőzni. El kell végezni a mincsét. Nincs más megoldás. Igen. Szentatyám, összeszűkült, szinte elzáródott a légcsöve. Ez gátolja abban, hogy normálisan lélegezzen. Légcsömetszést kell végeznünk. Nem, ne féljen. Egyszerű műtét lesz, csak egy kis bemetszést végzünk a torkán, és ez lehetővé teszi majd, hogy több levegő jusson a tüdejébe. A Szentatya azt kérdezi, hogy nem várhatnánk ki a műtéttel nyárig, a szabadságáig. Nem, még holnapig sem várhatunk. De a műtét valóban nagyon egyszerű. Igen. Magának. De nem nekem. Nem. Igaza van. És utána mi várható? Jobban lesz? Könnyebb lesz a légzése. De a beszédben már... azon nem tudunk segíteni. Igen? Doktor úr, valami történne. Az inkább otthon érjen. Rendben van. Akkor elvégezzük ezt a kis beavatkozást, azután hazavisszük. A szavamat adom. Jól van. Hogy érzi magát? Ne, Szentatyám, ne erőltesse. Még ne próbáljon megszólalni. Írásban is lehet kommunikálni. Azt kérdezi, mit tettek velem? Írja le, amit akar, Szentatyám. Egészen a tiéd. Doktor úr! Doktor Buzzanetti! Igen? Nem tudnak tenni valamit, hogy mégis tudjon beszélni. Ez nagyon fontos neki. Én is rettenetesen érzem magam, atyám. És mindent megteszünk, amit lehet. Megígérem. Köszönöm, doktor úr. Jó, most nyissa ki a száját, és mondja, hogy belégzés? Jól van. Még egyszer belégzés? És mondja Szentatyám, elég lesz. Ne fárassza ki magát nagyon. Akkor mehetünk? Thank you.
Egy kicsit könnyebben lélegzik. Igen, valóban, de a pulzusa akadozó, szabálytalan. Igen, látom. Szívük szándékában gőgösöket. Letaszított a trónjukról a hatalmasokat. Az alázatosokat pedig föl. Az alázatosokat pedig fölemelte. Őket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte. A vérnyomása gyorsan esik. És ma már harmadszor. Igen, sok váradóval van. Gyorsan. Między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy. Vérasszatok, mert nem tudjátok, mely napon jön el uratok. Ezek a szavak arra a legutolsó hívásra emlékeztetnek, amely eljő, amikor az Úr akarja. Azt akarom, hogy mindaz, ami földi életem része, erre a pillanatra készítsen fel. Nem tudom, hogy ez mikor következik be, de mint mindent, ezt a pillanatot is mesterem anyjának kezébe helyezem. Totus tuus. Szintén anyai kezére bízok mindent, és mindazokat, akikkel életem és hivatásom során kapcsolatba kerültem. Ezekre a kezekre bízom mindenek előtt az egyházat, nemzetemet és az egész emberiséget. Hálát adok mindenkinek és mindenkitől. Bocsánatot kérek. Karol, a pápa, aki ember maradt. Magyar hangok. Vicián Ottó, Szokolai Ottó, Cseh Német Lajos, Megyeri János, Barabáskis Zoltán, Beratin Gábor, Janovics Sándor, Cető Zsanett, Kisfalvi Krisztina, Király Attila, Seder Gábor, Juhász György, Bácskai János, Rosta Sándor, Forgács Gábor, Balázsi Gyula, Vas Gábor, Kovács Nóra, Várnagy Kati, Bedefazekas Szabolcs, Bozai József, Koroknai Géza, Orosz Anna, Izsóf Vilmos, Garai Róbert, Bolla Róbert, Várdai Zoltán, Kajtár Róbert. Magyar szöveg Seres József, szerkesztő Csantavéri Júlia, hangmérnök és vágó Kis István, gyártásvezető Szobor Éva, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette.